Az alaptörvény illusztrációi címmel március végén nyílt kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban. A Vándor kiállítás 2012. augusztusa óta járja körbe az országot, minden megyeszékhelyen egy hónapig látható. Mégleges helyére az Országházba 2014. áprilisában kerül. Gödöllőn a tárlat zárását megelőzően egy rendkívüli osztályfőnöki órát szerveztek. Az eseményt Vécsei László nyitotta meg. Óriási dolog a magyar alaptörvény megszületése. Ez ma Európában a legfiatalabb alaptörvény, vagy alkotmány, ha úgy tetszik, de ez nem jelenti azt, hogy Magyarországon az alkotmányosságnak ne lennének hagyományai. Én szerintem olyan korosztályban mindannyian tanultátok már a történelemből az aranybullát, 1222. Ez Európának a második alkotmánya volt a Magna Carta után, 7 évvel követte a Magna Chartát, tehát elmondhatjuk, hogy Európában a magyar alkotmány lényegében, vagy a magyar alkotmányosság lényegében az egyik legidősebb és legnagyobb múltra visszatekintő alkotmányos rendszer. Ez néha történelmileg, ez az alkotmányos folyamatosság megszakadt 1919-ben, 1949-ben, 1990-ben nem sikerült teljesen helyreállítani, és most a 90-es rendszerváltást követően 20 év múlva 2011 húsvétjára, a húsvéti alaptörvényt, húsvéti alkotmányt, az újjászületés, a feltámadás szellemében és egyében a Magyar Országgyűlés 263 képviselője elfogadta, köztük én magam is, ez számomra nagyon-nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy minden magyar ember jó érzéssel gondolhat erre a pillanatra. Kerényi Imre Kossuth-díjas rendező, miniszterelnöki megbízott érthetően és lelkesen magyarázta el a fiataloknak, miért is volt szükség az alkotmány módosítására. Az előadását három részre osztotta úgy, mint törvény, történelem és művészet. Ismertette a tanulókkal a törvények létrehozásának magyar vonatkozásait, a vérszerződést, a pusztaszeri országgyűlést vagy az aranybullát. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a törvények mindig változnak, hiszen az emberek is változnak. Más szabályokra volt szükség a feudalizmusban, a kommunizmusban és természetesen más a demokráciában is. Na mi a törvény? Na mi a törvény? Kérem szépen, az emberbe az a gyönyörű, hogy társas lény. Olyan, hogy egy ember külön nincs. Illetve van néhány, úgy hívjuk, hogy remete. Kimegy valahova és ott remetéskedik, de a remete is ezer szállal kötődik az emberi közösséghez, mert a környékbeli asszonyok adnak neki enni, meg inni. A környékbeli férfiak meg oda mennek és kérnek tőle tanácsot. Olyan, hogy egy ember olyan nincs, az a gyönyörű a mi életünkben, hogy közösségeket alkotunk. Hát amikor még alig tudtunk emberkedni, még annyira az elején voltunk, akkor is rögtön mi beszerveződtünk, amiben hordákba, nem? Csoportokba szerveződtünk. És képzeljétek el, hogy ha egy ember lenne a Földön, nem kéne törvény. Hát csinál, amit akar. Él, hal, beszélni úgyse tud. De mivel több ember van, ezért kell törvény. Kerényi Imre hozzátette, neki az a fő feladata, hogy az emberekkel megismertesse az új alaptörvényt. Úgy gondolta, hogy ha a száraz szöveg mellé képek is kerülnek, akkor az jobban befogadható, érthető lesz. Felkértek 15 kortárs művészt, hogy Magyarország elmúlt 115 évéből egy-egy történelmi időszakot, eseményt jelenítsenek meg. Fontos kiindulási szempont volt, hogy a művek fő vonulatukban, figurális, természetelvű realitásban, szürrealitásban fogant képek legyenek. Az a címe, hogy a dualizmus kora. Kedves nők, kedves lányok! A dualizmus azt jelenti, hogy a magyarok is hatalmon vannak, meg a Habsburgok is. Osztrák-magyar monarchia, biztos tanultátok már. És a dualizmus korának négy jelentős politikusa van itt megfogalmazva. Ez itt Szél Kálmán, tehetséges miniszterelnök volt, ez Tisza, kétszer volt miniszterelnök, utána megölték a kommunisták, ez Vekerle Sándor, aki háromszor volt miniszterelnök, ez pedig Aponyi Albert, aki többször volt kultuszminiszter és nagyon fontos ember. Ezek reformkori politikusok, a festő, mint látjátok, egy szent képet csinált. Ez Kádár János kora, ez kb. 40 év a magyar politikában. Az előtérben a Kádárkor kedvenc gyermekjátékai vannak, a futballlabda, az úttörősíp,
a léprádió, akkor képzeljétek, nem volt mindenkinek kicsi. Egy családban volt egy rádió, és azról szólt a Kossuth rádió. Kész. Más nem is nagyon volt meg, Petőfi rádió. Ez a gyerekeknek akkor volt a persely, mindenkinek takarékoskodni kellett, kapott egy ilyen persejt, és abban betette a pénzt. Ez egy úttörő kitüntetés, és ez a kornak a nagy státusz szimbóluma, a türkis zöld színű Trabant. Ez NDK gyártmányú autó volt, és akinek volt egy Trabantja, az volt az életcsászára. Valójában az életcsászára az akkori párt főtitkár volt, nagyon jól megrajzolt portréja van. Nem értelmezem politikailag a képet, csak felsorolom, hogy mi van rajta. Papírcsákó a Pravda című szovjet kommunista lapból hajtogatva. Egyedül sakkozik, kicsit csal, és a fekete paraszttal kiüti a fehér királyt, és a fehér királynak véres a talpa. Hát ugye Kádár úgy került hatalomra, idegen fegyverek segítségével, utána megölte az előző magyar miniszterelnököt, akit Nagy Imrének hívnak. Ez mondjuk Nagy Imre, ez a Kádár, aki él, mint Marci Emesen. Kedvenc erdejében sakkozik egyedül, háttérben egy szovjet rakéta, meg néhány akasztófa. Az alaptörvény díszkiadásához a szerkesztők egy rajzpályázatot írtak ki gyermekek részére, amelyek a gyermekek és ifjak egyéni, családi, családtörténeti élményeire épülnek. Közel 7000 pályamű érkezett a felhívásra, melyből a kiállításon 30 mű volt megtekinthető. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma szerint az alkotmányt már a gyerekeknek is meg kell ismerniük, ezért a 10 éves korosztály egy kivonatot tartalmazó kis füzetet kap, a 14 évesek a teljes alaptörvényt, míg az érettségizők Magyarország alaptörvényének díszkiadását kapják meg. Ez egy ravasz könyv, mert ebben nem csak a törvény van bent, hanem a képek, és a képek hordozzák a teljes magyar történelmet, és képzeljék el, hogy ezeken a baloldali képeken ábrázolva van a teljes magyar történelem. A legelső kép az Tán Mór alkotása, az a címe, hogy Attila lakomája. A diákság figyelmesen hallgatta a rendkívüli osztályfőnöki órát, hiszen az előadás végén egy tesztlapot tölthettek ki. A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói helyesen oldották meg a feladatokat, így a két hetedik és nyolcadik osztály a parlamentben tehet látogatást, ahol Vécsei László országgyűlési képviselő vezeti körbe őket. Hát nekem nagyon tetszett, és nagyon szépek a festmények is. Ti tanultatok már egyébként az alkotmányról? Az aranybulláról tanultunk, meg az ilyen fontosabb dolgokról, amik elhangzottak, például a vérszerződés. Mi a véleményetek arról, hogy a törvényt így festményekkel és rajzokkal színesítik? Hát szerintem ez így nagyon jó, mert így sokkal könnyebben elképzeli az ember, hogy milyen volt akkor. Kicsit jobban meg lehet érteni, mert így látjuk az eseményeket, és hát jobban felfogjuk úgy a dolgokat, és így jobban így a szemünk elé tárul. A vándorkiállítás következő helyszíne Szolnok.